A közelmúltban megalakult a dél-dunántúli gépipari klaszter, a régió legtöbb tagot tömörítő együttműködési rendszere. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara évek óta elkötelezetten támogatja a klaszter fejlesztést, amelyhez uniós forrást, a CNBC projekt segítségét is felhasználja. Vajon mi a titka annak, hogy egyre több klaszter jön létre? A klaszter talán egy olyan módszer, amely a válságban is képes az eredményességet javítani, a hatékonyságot növelni. A klaszterekben, így a gépipariban történt együttműködés hogyan valósul meg, mennyiben befolyásolja, hogy a tagok akár piaci versenytársak is lehetnek. Köszöntöm mai Távlatok műsorunk nézőit és vendégeinket, Jakabuc Ildikót, a Hauni Hungária Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Rab Szabolcsot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályának vezetőjét, akikkel ezekre a kérdésekre is igyekszünk választ találni. Kik hozták létre a gépipari klasztert? A dél-dunántúli gépipari klaszternek 17 alapító tagja van, akik közül zömében magyar és külföldi tulajdonú kis- és középvállalkozások nagyvállalatként a Hauni vesz részt, de csatlakozott a klaszterhoz két felsőfokú oktatási intézmény is, sőt, még egy paksi tagunk is van. Az alapítók milyen alapvető célokat fogalmaztak meg? A klaszter alapítást megelőzően egy workshop keretében kidolgoztuk azt, hogy milyen témákban szeretnénk együttműködni, ezek a teljesség igénye nélkül, minőségi szakképzés létrehozása Pécs és vonzás körzetében, de akár kiterjesztve a dél-dunántúli régióra is. Beszerzési társulásban gondolkodunk, közös vevői piac, marketing fellépésben, de nagyon fontos célok között szerepel az innováció is, és nem utolsó sorban természetesen, hogyha pályázati forrásokat tudunk nyerni, azokat is megcélozzuk. Mi mindent remélnek az együttműködéstől a tagok? Én azt gondolom, hogy a helyi tradicionális iparágaknak az elvesztésével keletkezett egy óriási gazdasági ipari űr a régióban, Pécsvárosában is. Én azt remélem, hogy a gépipari klaszter ezt az űrt be fogja tudni tölteni. Ugye most 17 szervezetten indul a klaszter. A klaszterben nincs egy óriási törekvés arra, hogy 100-120 taggal dolgozzanak, viszont a régióban egy 25-30 fős együttműködést próbálunk meg létrehozni, ami újra egy tradicionális iparágnak a megalapozását fogja segíteni. Én azt remélem, hogy az ipari parkokat új és új gépipari cégek fogják megtölteni, rengeteg fiatal munkaerőt fognak foglalkoztatni, ezáltal rengeteg iparűzési adót fognak fizetni, helyi adókat, tehát elindul újra egy olyan gazdasági potenciálnak a felépítése, ami a régióban egy új kitérési pontot adhat. A gépiparnak egyébként nagy súlya van a régióban? Sajnos nem. Épp nemrég olvastam egy statisztikába, hogy Dél-Dunántúlon a teljes munkaerő foglalkoztatásához képest mindössze néhány százalékot tesz ki a gépipar. Ezzel szemben Észak-Magyarországon, Észak-Nyugat-Magyarországon, Budapest körzetében lényegesen magasabb súllyal bír. Hát akkor talán ezen is változtat majd ez az új együttműködés, de mielőtt folytatjuk ezt a témát, nézzük meg, hogy hogyan vélekedik egy klasztertag vállalkozás vezetője és a kamara titkára. Fékrendszerhez szükséges rudatatot készített az Eszter gálógép. Ebben a pécsi üzemben európai autógyárakhoz készítenek alkatrészeket. A cég az egyik alapító tagja a dél-dunántúli gépipari klaszternek. Úgy vélik, az együttműködés segíti majd a társaság fejlődését. Elsősorban az ellátási lánc, a beszerzés vonalának az egyeztetése, szövetkezése az az, ami eredményt hozhat. Energiabeszerzés, alapanyagbeszerzés, szolgáltatók. A klaszterben 17 vállalkozás vesz részt. A megállapodásokat szerdán írták alá. Az együttműködés nem csak a cégeknek, hanem az oktatásnak is jó lesz, vélik a partnerek. Ugyanis jól képzett szakemberekre is szükségük van. A cégek közösen fogalmazzák majd meg az igényeiket az iskolákkal szemben, a gyakorlati képzéseket is együtt bonyolítják majd le. Azt mondják, így egy minőségi szakképzés alakulhat ki a gépipari szakmákban a régióban. Az iparkamara titkára szerint Nyugat-Európában meghatározó szerepük van már a klasztereknek a gazdaságban. Nagyságrenden jobb a versenyképességük. Tehát próbáljuk ezeket a nyugati példákat utánozni azért, hogy helyi vállalkozások ne csak folyamatosan az árelőnyükre, az olcsóbb költségeikre alapozva maradhassanak a piacon. Sikfői Tamás elmondta, hogy ez utóbbiak folyamatosan gyengülni és csökkenni fognak. Tulajdonképpen milyen együttműködési formát is takar ez a klaszter? Már annyit beszéltünk róla, meg hát mi laikusok is érezzük, hogy ez egyfajta együttműködés, de konkrétan a gyakorlatban ez mit jelent?
Gyakorlatban, hogyha a klaszter kifejezést kellene hétköznapi nyelven megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy informális együttműködés, ami egy adott ágazaton belül egy földrajzi térben zajlik, ez jelesül most a gépipar és a Dél-Dunántúl, és egy olyan együttműködés, aminek az a speciális tartalma, hogy egymással egyébként versenyző, vagy nagyon sok versenyszituációban találkozó szervezetek működnek együtt. Ez adja maga ezt a klaszternek ezt a magasabb fokát, ami megkülönbözteti mondjuk egy üzleti közösségtől. A gépipari klaszterben egymással részben versenyző cégeknek van egy magasabb missziója, van egy társadalmi missziója, a szakképzés, az innováció, a gépipar, mint tradicionális iparágnak a letelepítése és meghonosítása a Dél-Dunántúlon, vagy amiről Jakabuczi Ildikó beszélt, hogy ne 3-4%-kal részesüljön a helyi gazdaság a gépipar tekintetében, hanem a gazdasági potenciának a 20-30%-át adja a gépipar. Egyébként ezt a látszólagos ellentmondást könnyű feloldani, tehát hogy tulajdonképpen versenytársak, konkurálnak egymással ezek a cégek, de mégis ha összefognak, akkor mindenki jól járhat. Hát mondok erre egy példát. A munkaerőpiacon abszolút verseny van a gépipari cégek között, hiszen mivel kevés a jól képzett szakember, ezért egymástól vadásszuk el a jól képzett szakembereket. Úgyhogy ha összefogunk, és a helyi szakképző intézményekkel, az fenntartókkal közösen létre tudunk hozni a régióban egy megfelelő struktúrájú, színvonalú szakképzést, abban a pillanatban könnyebben lélegzünk ebben a versenyhelyzetben. Tehát abszolút megoldható. Akkor egy picit beszéljünk a szakképzésről. Ezen a területen önök ajánlásokat fogalmaznak meg a szakképzést végző intézmények felé, vagy pedig konkrét együttműködések, akár gyakorlóterep, vagy ilyesmi is belefér? Konkrét együttműködésekben gondolkodunk. Tavaly ősszel elindult egy közös projekt több helyi gépipari cég részvételével. Egyeztettünk az önkormányzattal, a helyi iskolákkal, és a célunk az, hogy kialakítsunk egy magas színvonalú minőségi gépipari szakképzést a régióban. Első körben két szakmára fókuszálunk, a forgácsoló és a hegesztő szakmára. Az együttműködés lényege pedig az, hogy a cégek megfogalmazzák a konkrét igényeiket, az iskoláktól pedig azt várjuk, hogy ők ezt beépítik az elméleti oktatásba. Szintén a cégeknél van a labda, amikor a gyakorlati képzésről beszélünk, hiszen felosztjuk egymás között a gyakorlati képzést. Tavaly novemberben a magyar kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara aláírta egy megállapodást, amelynek keretében az országos szakképzési reform és a német duális képzés irányába mozdul el, tehát fokozottan a cégekhez helyezik ki a gyakorlati képzést, és ezt egy ilyen klaszterben való együttműködéssel a helyi gépipar is jobban meg tudja oldani. Hogyha a cégeknél folyik a gyakorlati képzés, az egyben egy garanciát is jelenthet a tanulók számára, hogyha ügyesek, jól teljesítenek, akár munkahelyük is lehet. Ez abszolút így van, mi is így gondolkodunk. A kamara hogyan látja ezt, hogyan tudja segíteni ezt a folyamatot? Ugye a kamarában van egy rendkívül erős szakképzési osztály, és vannak olyan közfeladatok a szakképzés területén, amit nem csak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, hanem országos szinten a területi kereskedelmi és iparkamarák látnak el. Ildikó vezetésével zajlik ez a gépipari szakképzés megújítása, a kamara szakképzési osztálya pedig igyekszik a szakmai muníciót megadni azokban a témákban, amiről Ildikó beszélt, az elméleti képzés, a gyakorlati képzés. De én úgy látom, hogy a kamara ehhez kevés lenne. Ha nem lenne ez a nagyon erős gépipari mag, a gépipari cégeknek ez az elkötelezettsége, akkor a kamara az papolhatna az iskola rendszer megváltoztatásáról, az elméleti képzésről, a gyakorlati képzésről. A legfontosabb eleme ennek az ügynek az, hogy a helyi gépipari cégeknél zajlik a gyakorlati képzés. És akkor, ha bekerül egy fiatal a gépipari céghez, akkor nem kell 2-3 évig képezni és megismertetni az új gépeknek a használatával, hanem akkor másnap munkába tud állni, hiszen azokon a gépeken tanult, azokat a gépeket használta. Mennyire fogadókészek az iskolák, az oktatási intézmények erre az ötletre? Az elmúlt néhány hónapban történt együttműködés során úgy látom, hogy nyitottak, tehát konstruktívak. Nyilván, mivel ennek nincs hosszú, több
éves tradíciója, ezért ki kell tapostunk ezt az utat, tehát sok munka még áll még előttünk, és nem fogjuk már holnapra megoldani, de én úgy látom, hogy az együttműködési szándék megvan, és haladunk előre. Tehát ez a fajta oktatási forma akár teljesen kiválthatja a tanműhelyeket, hiszen nagyon sokszor látjuk, hogy építenek az iskolák tanműhelyeket drága pénzért, és ott folyik a gyakorlati oktatás, ehelyett lehetséges ez a forma, amit most önök megvalósítanak? Mi úgy gondolkodunk, hogy mivel ezek a tanműhelyek már léteznek, és egész komoly pénzeket fektettek bele többek között Európai Uniós és hazai forrásokból, ezért szeretnénk ezeket a kapacitásokat kiaknázni, és arra gondoltunk, hogy az alapképzés és egy bizonyos szintig való eljutás az iskolai tanműhelyben történjék, majd pedig átveszik a cégek a stafétabotot, és munkakörnyezetben a cég specifikus elvárásoknak megfelelően oktatják tovább a gyakorlati képzés keretében a tanulókat. Tehát mind a kettőt úgy gondoljuk, hogy célszerű továbbvinni, hiszen ezek már adottak. Két fajta oktatást említett, amin most próbálkoznak, ezek hiány szakmák? Mind a kettő hiány szakma. És a fiatalok mennyire éreznek kedvet hozzá, hogy ezt tanulják meg? Azt látjuk, hogy az elmúlt években elég komoly pályaorientációs tevékenységet folytattunk, elhoztunk iskolai osztályokat a céghez, hogy nézzék meg, hogy hogy néz ki belülről egy gépipari cég, és ennek a több éves munkának az eredményeképpen most jóval többen jelentkeznek gépipari szakmára. Tehát úgy gondoljuk, hogy már nem annyira mennyiségre kell majd fókuszálnunk, hanem sokkal inkább a minőségre és a szakmai tartalomra. Csak a gépipari területen működik ez, vagy más klaszterek is megpróbálkoznak hasonló úttal? Ma alakult meg hivatalosan a kesztyűs klaszter, és az egyik legfőbb célkitűzésük a gépipari klaszterrel együtt, hogy a kesztyűs szakképzést újra elindítsák. Ehhez ugyancsak el fogják kezdeni az iskola rendszerrel történő tárgyalásokat és megbeszéléseket, hiszen kesztyűs cégeket sem lehet fiatal kesztyűs szabászok nélkül működtetni, üzemeltetni, viszont a képzés hiányzik. Egyébként ebben éreznek változást, hogy a fiatalok és a szülők, mert ugye a szülők szerepe is nagyon fontos a pályaválasztásban, amikor még pici a gyerek a döntéshelyzetben, hogy megpróbálnak úgy gondolkodni, hogy olyan szakmát válasszanak a fiataloknak, ami aztán piacképes lesz, tehát ahol állást is tudnak szerezni. Tehát történt ebben változás? Ugye a kamara 3 helyi szereplővel ezt a versenyképességi pólus projektet 2006 óta fejleszti, kommunikálja és ementén szervezi a gazdaságot. Én úgy látom, hogy egyre több szülő ismeri fel, hogy inkább egy biztos, a piaci igényeken nyugvó szakmát ad a gyermek kezébe, mint hogy munkanélküli egyetemi végzettségű fiatalt neveljen a gyermekéből. Amiről az Ildikó beszélt, hogy a munkakörnyezetben megmutatjuk a fiataloknak, hogy hogy néz ki. Ez azért fontos, mert a szülőknek és a gyerekeknek azt a tévhitét, hogy például a gépipari szakmákban könnyékig olajosan kell dolgozni, ezek idejét múlt nagyon régi gondolatok. A kesztyűszabászok sem a 30-40 évvel ezelőtti munkakörülmények között dolgoznak. Tehát szerintem nagyon fontos a tanulóknak olyan típusú orientációja, ahol bemutatjuk, hogy 21. századi környezetben 21. századi gépekkel dolgoznak. És ezek olyan szakmák, ahol mondjuk főleg a gépipari szakmák, ahol az átlagbér az jóval magasabb, mint egy szakképzett minimálbér. Tehát ez egzisztenciálisan és szerintem szakmailag is egy perspektívikus ügy. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy az elért eredmények után azonban még nagyon komoly felvilágosító munkákat kell végezni, mert még nagyon sok szülő fejében az az elképzelés él, hogy adjak a gyermekemnek egy diplomát, és akkor boldogulni fog. Közben a valóság már az, hogy egy hiány szakmában, egy hegesztő forgácsoló szakmában kapkodnak a cégek, most a válság idejét leszámítva, a jól képzett szakemberek után még nagyon sok a diplomás munkanélküli, akik azzal a reménnyel indultak el a diplomának, hogy ezzel ők jobban tudnak munkát találni. Közben megfordult már szinte a helyzet, azt lehet mondani. Ebből az elgondolásból akkor terveznek akár ilyen üzemlátogatásokat és pályaválasztás előtt álló fiataloknak? Ezek már évek óta folynak, úgyhogy évente 3-400 diáknak mutatjuk meg a céget belülről. És akkor ilyenkor a fiatalok tényleg rácsodálkoznak, hogy ilyen is van? Igen. És akkor sokan ott ragadnak. És ezt a szakmát választják. Hát akkor menjünk tovább, még milyen előnyökkel jár a klaszter? Például közös pályázatokban is lehet gondolkodni, milyen lehetőségek vannak erre? Az új Széchenyi tervben már megfogalmazásra és kiírásra kerültek a klaszterpályázatok,
Én azt remélem, hogy ha a gépipari klaszter elnöksége úgy dönt, akkor az induló klaszter fülben a helyi gépipari klaszter elindul. Nem az a fontos, hogy 20-30 millió forint visszanemtérítendő támogatást elnyernek, az a fontos, hogy uniós forrásból meg lehet alapozni egy olyan szakmai munkát, ami a gépipari klaszternek a szakképzési innovációval kapcsolatos, illetve a nemzetközi láthatósággal kapcsolatos felületeit támogatni lehet. Egy ilyen pici pályázat, amivel, mint említettem, 20-30 millió forintot lehet elnyerni, ez egy beugró lehet az európai klaszterek között folyó versenybe. Európában 2020 klaszter működik. Linzbe járunk elég sokat egy nemzetközi CNCB nevű projektünk kapcsán. Ott a mechatronika klaszternek 300 gépipari cég a tagja, és évente 60 uniós szabadalmat bocsátanak ki. Tehát ezek olyan versenyfelületek, fel kell ismernünk, hogy nem Kaposvárral versenyzünk, nem Szegeddel, nem Székesfehérvárral, nem a győri autóipari központtal, hanem európai, sőt globális verseny zajlik a gépiparban is, és a klaszterek között is. Nemzetközi piacon egyébként hogy fogadnak minket, tehát hogyha ott szeretnének érvényesülni, mondjuk a gépipari cégek? Én azt gondolom, hogy mivel a magyar munkaerő nemzetközi összehasonlításban egy középmezőnyben van, tehát vannak nálunk drágábbak tőlünk nyugatra, és vannak nálunk olcsóbbak tőlünk keretre, így hogyha a magyar közepes munkaerő költség mögé egy jó szakképzettséget oda teszünk, akkor nagyon jó eséllyel rúgnak labdába a gépipari cégek, és én azt gondolom, hogy ezt kell kitűzni célul, hiszen Magyarországnak nagyon nagy szüksége van egy erős kis- és középvállalkozói rétegre, akik egy nemzetközi versenyben is megállják a helyüket. Emlegettük ezt a bizonyos CNBC projektet, ez tulajdonképpen mit jelent? Ez egy kelet-közép-európai térben zajló 7 ország együttműködése, ami arról szól, hogy a 7 ország felméri a helyi klasztereit, a felmérés után 3 felületen fejlesztünk kiválasztott klasztereket, úgynevezett pilot projektet fogunk véghez vinni. Optimalizálunk klasztert, képzünk klasztert, és lesznek olyan klaszterek, amiket megpróbálunk úgynevezett meta vagy interklaszterré alakítani. Ezek olyan klaszterek, amik transznacionális térben működnek, tehát nem egy országon belül, hanem akár földrészeken átívelően össze vannak kötve, mondjuk gépipari klaszterek Oroszországban, Ázsia déli vidékén, Ausztráliában, Egyesült Amerikai Államokban és az Unió más országával és a pici gépipari klaszter. Ezt az Unió akkor támogatja ezek szerint? Ez egy uniós támogatás, 85%-os uniós forrás és 10% nemzeti hozzájárulás van a Váti részéről. Hallottunk már a gépipari klaszterről, a kesztyűs klaszterről. Milyen klaszterek vannak még a régiónban, vagy melyek formálódnak? Csak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának 12 klaszterrel van együttműködése. Ezek mind régióban működő helyi klaszterek. Nem kívánom őket felsorolni, mert akkor lesz, akit megbántok, hogyha véletlen nem jut eszembe, de a biotechnológiától, a kreatív iparon át, a turisztikai klaszterektől, a bor klaszterig terjed a klasztereknek a sokasága és száma, és számtalan új és új klaszter alakul. Én azzal szoktam mindenkit bíztatni, hogy egy klasztert megalakítani nagyon könnyű, viszont egy klasztert működtetni és fenntartani, és a klaszter tagoknak az érdeklődését és a motivációját folyamatosan megőrizni, az viszont egy nagyon kemény és nehéz feladat. A gépipari klaszter és a kesztyűs klaszter is ezen feladat előtt áll. Veszünk egy kicsit a tapasztalatokról, mondjuk melyik a legrégebbi klaszter itt a régióban, ahol a legtöbb tapasztalat felgyűlem lehetett már azóta? A legrégebbi klaszter, amely jól működik, és az egyetlen akkreditált dél-dunántúli klaszter, az a biotechnológiai klaszter, amelyet dr. Szekeres György vezet. Ők az a klaszter, akitől egyébként a helyi klaszterek és a kamara is nagyon sokat tanul. Ők az első klaszter, akik nemzetközi együttműködéseket vittek véghez, és Franciaországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal nagyon komoly biotechnológiai, üzleti ügyek mentén kommunikálnak és dolgoznak együtt. Tehát van egy olyan klaszterünk, amiről helyben nagyon keveset tudunk, viszont ha kimennek Franciaország vagy az Egyesült Államok valamely városába, akkor ott viszont mindenki barátként fogadja őket, és a pécsi biotechnológia szókapcsolatra fölkapják a fejüket. A gépipari klaszter ugye ennél jóval frissebb. Mikor lesz elégedett ön az eredménye, tehát mikor mondja majd azt, hogy igen, erre szövetkeztünk? Hát ez egy hosszú ideig tartó munka lesz, és én azt gondolom, hogy az, hogy kimondjam, hogy elégedett vagyok, az akkor lesz, hogyha látjuk az első eredményeket, és látom, hogy egy következetes, szisztematikus és kitartó munka folyik,
amelyből már látszik, hogy profitálunk. Ez nem holnap lesz, de bízom, hogy nem kell sokáig várni rá. Dél-Dunántúl egyébként szükség van az előrelépésre, hiszen Dél-Dunántúl fejlesztési szintjét tekintve az Unió utolsó 20 régiója között szerepel. Ez a klaszter, ez mit tud tenni ahhoz, hogy előbbre lépjünk? Tehát nem csak a saját területén, hanem az egész gazdaságot érintően. Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni, hogy mivel az összefogásban egy nagyobb erő rejlik, mintha mindannyian külön-külön próbálkozunk a céljainkat elérni, ezért egy összefogással a Szabolcs által már említett témákban, legyen a szakképzés, beszerzés, marketing, innováció, nagyobb eredményt fogunk tudni elérni. Bízom benne, hogy mindannyian ezzel növelni tudjuk a versenyképességünket, hiszen hogyha jól képzett szakemberünk van, a beszerzési társuláson keresztül meg tudjuk fogni a költségeket, akkor ezzel jobb árakat tudunk kínálni a piacon, több munkát tudunk szerezni, ha több munkát tudunk szerezni, akkor stabilabban tudjuk biztosítani a foglalkoztatást, és a legvégén pedig a helyi gazdaság profitál belőle, azáltal, hogy stabil, jól működő, fejlődő, versenyképes cégek vannak itt. Ehhez azonban nagyon nagy mértékben szükségünk van a helyi intézmények, az önkormányzat támogatására és egy vállalkozóbarát környezetre. Mikor fog mindez jelentkezni a gazdasági mutatókban? Én azt remélem, hogy ha szakképzési hiátusokat a gépipari klaszter megoldja egy-két éves időtávon belül, akkor harmadik, negyedik évben, mondjuk 2013-14-ben kijönnek az első olyan fiatalok, akik azonnal munkára bocsáthatók, azonnal magas színvonalon képesek ellátni a feladatukat, nyelvet beszélnek, szakmai nyelvet beszélnek, akár németül, akár angolul, és hogyha megvan ez a nagy volumenű, jól képzett fiatalokból álló társaság, akkor nem csak a helyi cégek, de a betelepülendő új gépipari cégek is talán egy picit élénkebben fognak az ipari parkok iránt érdeklődni, hiszen most azért nem jönnek ide, és azért nem alakulnak új és új gépipari cégek, mert hiányzik a szakképzett munkaerő. Tehát én azt gondolom, hogy ha a szakképzést elindítja a klaszter, akkor 3-4 éven belül már akár gazdasági mutatókban is érzékelhetjük, hogy fejlődünk. Így legyen. Ezek nagyon szép tervek, kíváncsian várjuk az eredményeket, sok sikert kívánok a folytatáshoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!